Kellemes időtöltés, sziasztok, M3 Autóparkban vagyunk, ahol egy Chrysler Sebringet fogunk megnézni, egy 2009-es, 2000-es CRD motoros autót, aminek szép bőrkormánya van, és nyitva van az ajtóm, azért pittyeg ez különben, 112.168 km-t futott a járművünk, és szépen indul, hogyha megtesszük ezt. A kulcsfordítást látható, hogy van ABS, ESP és guminyomás ellenőrző rendszer, és ugye az is látszik, hogy minden elaludt a kis műszerfalunk van, látható, hogy nyitva a baloldali ajtónk, és viszont hallható lehetne, hogy jó a zenénk, legalábbis jó szó. De az egy másodlagos dolog, de azért az sem rossz, ha kellemes a zene az autónkban. Két oldalra van elektromosan fűthető ülésünk, itt kibekapcsolt az ESP, aztán van ilyen, hogy fényszóró magasság, a bordkompjútere, illetve automata klíma rendelkezésünkre, és egy hatsebességes váltó, illetve kollégáink Feri és Peti eljöttek, akik itt a jobb egybe föllapozták a járművünknek a kis gépkönyvét, mindent elolvasgattak benne, úgyhogy ha lesznek kérdések, majd ugye megpróbálnak rá válaszolni. Az autónkban legalább 6 darab légzsák van, mert függöny légzsák is van, hiszen oldal légzsákunk is van itt elől, illetve fényre sötétedő belső tükrünk, nagyon szép analóg kijelzésű digitális óránk is van az autóban, innen tudjuk kinyitni az autó hátsó csomagterét. Gyönyörű alucsíkok vannak benne, alumíniumból készült betétek vannak benne, nagyon szépen feldobják, egész körben megy az autón, a hátsó utas is kap belőle egy kicsit, akár meg tudjuk azt is nézni. Tényleg jól mutat, benne könyöktámasz, fejtámla, pohártartó a hátsó utasoknak, és így meg tudjuk nézni, hogy egy szép, fekete metál színű autó, szürke alufelnékkel, ezek gyáriak rajta, és nagyon jó állapotú gumikkal. Hátul tolatóradar is van, beszerelve ide a hátsó lökhárítónkba, ide pedig beszereltek egy hatalmas csomagteret, dönthető utasüléssel, ahogy le lehet hajtani ezt a hátsó részét. Na és akkor megnézhetjük a másik oldalt, amúgy én azt gondolnám, hogy egy nagyon szép formájú kis kocsi, és nincsen össze korpaszgatva, a motorja pedig vígan ketyerészik itt ebben a motortérben, ezt meg is tudjuk hallgatni már is. Le van szervizelve, nem kell hozzányúlni, minden rendben van vele, teszi a dolgát, csak tankolni kell, és abból sem kér ugye sokat, szerencsére köszönhető a dízelségének, és akkor el is köszönnék, sziasztok, gyertek be hozzánk, legyen a tiétek ez a Sebring, viszlátásra!